Kinevezte Zuzana Csaputova államfő Ódor Lajost Szlovákia új szakértői kormányának élére. A Szlovák Nemzeti Bank korábbi alelnöke a szeptemberi választásokig irányítja majd a politikai válságba sodródott országot. A bő egy hete lemondott előző kormányfő Eduard Heger az Euronewsnak azt mondta, hogy Szlovákia most nehéz helyzetben van az ukrajnai háború, a magas infláció és az energiaválság miatt, de az új kormány felkészült. Ők szakértők, néhányan dolgoztak már a minisztériumokban, úgyhogy ismerik a munkát. Vannak, akik hosszú éveket töltöttek már el a kormány körül. Szerintem felkészültek és elkötelezettek a siker mellett. Azt kívánom nekik, hogy legyenek sikeresek, ez fontos Szlovákiának, mondta. Ódor Lajos az ország első magyar nemzetiségű kormányfője, a kabinetjében pedig két másik magyar is helyet kap. A szlovák euró atyának is tartott közgazdász a Révkomárom közelében fekvő Nagykesziről származik, ahol rokonlátogatóban most is megfordul időnként. Ügyes gyerek volt, jó matematikus, és olyan szorgalmas. Talán most ennek vette hasznát, mert hát hallottunk róla, örülünk neki, hogy Kesziről származik, és ilyen magos pozíciót tölt be, és hogy talán sikerül neki az, ami előtte áll most, és drukkolunk neki, és büszkék vagyunk rá. A falu polgármestere szerint Ódor beiktatása túlmutat az ő személyes jelentőségén. Ez egy óriási dolog számomra, hogy Szlovákiának magyar lett a miniszterelnöke, hát ez pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, még ha bármilyen jó is lett volna ez a magyar ember. Biztos a Lajosnak is a kvalitásai azok olyanok, hogy ezt azért megérdemelte. Másik részt meg talán ez a politikai helyzet is, ez a magyar-szlovák viszony is javult annyira, hogy ez így megtörténhetett. Bárkivel beszéltünk Nagykeszin, mindenki nagyon örült annak, hogy a 80-as években itt nevelkedett kisfiúból mára az ország első embere lett. Ez az az általános iskola, ahol Ódor Lajos is elvégezte az első 4 osztályt. A polgármester elmondása szerint már akkor sem jártak ide sokan, és ez azóta sem változott. Most viszont már mindenkinek fel tudja hozni az új miniszterelnök példáját, hogy egy ilyen kis falusi iskolából elindulva is lehet igazán sokra vinni. Magyar Ádám, Euronews, Nagykeszi, Szlovákia.